Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy videó PUBG-ről, mert hogy nem vagy YouTube-os, ha nem csinálsz egy videót a PUBG-ről, továbbá napi 1 millió dollárt szeretnék keresni a YouTube-bal, úgyhogy muszáj PUBG videót csinálni. Föl kell szállni a HypeG vonatra, mindenképp, mert hogy sok-sok feliratkozóm lesz attól, hogy én most PUBG-t fogok csinálni. Na jó van, viccet félretéve, már egy ideje ezt szerettem volna legalább egy videót csinálni a PUBG-ről, és amint látjátok, a cím a bukásra ítélt siker, és amit ebben a videóban megfogalmazok, megeshet, hogy nagyon sokatoknak ellenszenves lesz, megeshet, hogy sokatok egyet fog érteni vele. Igyekszem objektív maradni, de nem tudok elmenni egyes dolgok mellett, amelyek szubjektívan is érintettek ebben a játékban, hogy őszinte legyek. Nos, aki nem tudná, mi az Isten nyíla az a PUBG, akkor az valószínűleg a Holdon lakik egy szikla alatt, vagy lehet, hogy a Marson egy szikla alatt, de az egész világ tudja, mi az Isten nyíla ez a PUBG, de nem ők voltak az elsők, akik egy Battle Royale játékot csináltak, és a történet egészen visszanyúlik egy filmig. Mit nem az az Isten, az ott a cím, hogy Battle Royale. Érdemes megnézni, kérlek szépen. Jó film, nagyon jó film, jó téma alappal, nagyon feldolgozza az emberi elkölcsöt, barátságot, és így úgy általánosságra mondva mindent, ami az emberi elkölcsösség, kitartás, barátság, szeretet, szerelem, stb. E köré fogalmazódik, és mindezt megfűszerezi egy Battle Royale játékkal a film. Ezek a japók valahogy mindig ráéreznek arra, hogy a megfelelő kérdéseket tett föl a fejedben, hogyha arról van szó, hogy nézed az ő filméket, animéket, valami. Talán azért is szeretem az animéket. Na most minden, a Battle Royale film maga, ez egy ilyen fantasztikus film, érdemes megnézni. Aztán persze, ami a játékokat illeti, minden bizonyal nem minden inspirálódtak, nem a filmből. Ami a játékokat illeti, ugye volt egy olyan játék, aminek az a címe, hogy Arma, annak is talán a harmadik része, ha jól emlékszem, bár nem biztos. Az Armából lett egy olyan játék, hogy H1Z1, mindenki biztos nagyon ismeri, és a H1Z1-nek egy módja lett, ugye ez a Battle Royale mód tulajdonképpen, és ez valami csoda oknál fogva népszerű lett, hogy őszinte legyek. Na most, egy ilyen H1Z1 setupban, zombikkal egymást ölni, valahogy a világ hangulatába bele is illett ez az egész dolog, de mégis a dolog bukásra volt ítélve, mivel hogy sose tudott kijönni tovább, mint egy béta változat ez az egész, és folyamatos fejlesztés alatt állt, egy végtelen fejlesztés ciklus alatt állt, így a játékosok elpártoltak tőle, és a világ nagyon éhes maradt egy ilyen Battle Royale játékra, és akkor maga a PlayerUnknown's úgy döntött, hogy Koreába költözik, és megalkotta a PlayerUnknown's Battlegrounds című történetet, és aki nem tudja, ki a PlayerUnknown's, és róla van elnevezni a játék, ő egy, hát igazából egy játékprogramozó / gamer volt a játékiparban, azért nem kis névnek örvendett ebből a szempontból, és egy kisebb csapattal Koreába költöztek, és ott alkották meg ezt a játékot, egyrészt mert ott olcsóbb volt kiadó, volt pénz, blablabla, és ott megalkották a PlayerUnknown's Battlegroundot, ami nem feltétlenül volt, instant siker volt, de nem azért, mert a játék annyira kurva jó, legyünk őszinték. Az instant sikerét ez a játék annak köszönhető, hogy fantasztikus marketing stratégiája volt. Szóval eleinte nagyobb YouTube-osokat kerestek meg ezzel, és kérték meg promócióra ezeket a YouTube-osokat, nem kevés pénzért, hogy őszinte legyek, tehát fizettek a promócióért, és ezen YouTube-osok elkezdtek vele foglalkozni ezzel a játékkal, és legyünk őszinték, tehát aki követte ennek a játéknak a fejlődését, és követte a kedvenc YouTube-osait, mert főleg azok, akik FPS shooterek terén mozognak, követte a kedvenc YouTube-osait, egyszer csak észrevették, hogy ó, anyád, ezek PUBG-znak, miért, hogyan, nem is tartozik bele a csatorna koncepciójukba, de mégis megtették.
És mi a fene történik itt, és agyon dicsérték az egész PUBG-t ott, akkor aztán nem volt szó. Egy-két őszintébb youtuber persze mondta, hogy ilyen-olyan apró hibák vannak, jó, de olyan nagyszerű játék, úristen, hogy meg lehet halni. Szóval ilyen, végletekig ajnározták az egész játékot, és hát hogyha egy nagyobb youtuber végletekig ajnároz egy ilyen játékot, akkor persze az emberek elkezdik megvenni, mert hogy ez egy jó játék. És ez történt a PUBG-val, és azon kívül, hogy amikor beindult ez a hype vonat, az emberek kezdték vásárolni, akkor a Twitch streamerek és a kisebb youtuberek, a kisebb streamerek, mindenki elkezdett PUBG-vel foglalkozni, és a cégnek ugye már nem volt szüksége arra, hogy a nagyobb youtuberoknak fizessen, mert minden megtörtént ingyen és magától. Című történet, és elindult egy fantasztikusan jól koncepcionált marketing stratégiával, a PUBG elindult egy folyamatosan növekvő úton, ami kikötött kb. 26 millió regisztrált usernél, és igen, már elrátérünk. Szóval kikötött 26 millió regisztrált felhasználónál és játékosnál, és a világ konkrétan legnépszerűbb játéka lett. És képzeljétek el, nemrégiben Steamen most először regisztrálták azt, hogy 1,4-del csökkent a játékos bázis. Persze ez meg lehet, hogy azért, mert hogy egyszerűen az anti-cheat szoftverrel most bannoltak kb. 2 millió játékost, vagy csak az emberek megunták, szóval ez sok oka lehet az egész, vagy átmentek Fortnite-hoz, tehát akármi lehetséges. A két játéknál. De hadd mondjak el nektek egy történetet, és egy apró megjegyzést inkább, hogy volt még egy játék, ami ennyire népszerű volt valamikor, és ugyanennyi játékossal, akik megvásárolták ezt a játékot, és ez a Call of Duty volt. A Call of Duty 2 az meg tudta ütni a 20 millió megvásárolt játékos, és a több akár egy, hát ha jól tudom, több százezer minden biztosan egyszerre játszó játékos, de talán volt millió is. Szóval volt még egy ilyen játék, ami ennyire népszerű tudott lenni. Talán nem pont ennyire népszerű, de ennyire tudott lenni. A PUBG fantasztikus még abból a szempontból, hogy egy folyamatosan növekvő skálát mutatott. Tehát nem exponenciálisan megnőtt, majd volt egy csúcspontja és hirtelen leesett, hanem egy folyamatos, szép skálát mutatott a növekedésre. Szóval mindenképp egy jól marketingelt játék volt, és azért fókuszálok arra, hogy marketingelt játék, mert ha játszol ezzel a játékkal, actually, tehát nem annyira egetrengetően jó. Tehát, ha valamit én elmondhatok a gamer karrieremben, az, hogy shooterekkel játszottam, és az egyik kedvenc zsánrám, és szinte minden szar shooteren túl vagyok, és tényleg sok év tapasztalatom van rajtuk, és meg van bennem fogalmazódva, hogy mik azok az elemek, amik egy shootert jóvá teszik. Tehát legalábbis én merem azt mondani magamról, hogy ennyi idő alatt, ennyi év alatt tudom, hogy mi az, ami jóvá tesz egy shootert, és a PUBG távol áll ettől. A PUBG, ez most egy elég őszinte vélemény volt, szóval itt biztosan sokan ki fogtok akadni ezen, hogy ezt mondtam, és azt mondja, hogy a PUBG a kedvenc játékom, ezzel nem egyetértek, meg is szeretném mondani, hogy miért jó a PUBG, mert nem egy rossz valami, de shooter mechanikát számítva értem úgy, hogy nem jó. Tehát a PUBG jó, mert megadja a legjobb érzetét, a legjobb vagyok érzetét, megadja a stratégiai film, mondjuk aztán annyi, akkora nagy stratégia nincs mögötte, hogy őszinte legyek, de megadja ezt a stratégiai feelinget, hogyha ügyes vagy, és természetesen az adrenalint, a harcot az idő ellen, és a többi ember ellen, és mind ezek együtt hatása a játékosban, az emberekben, akik egy ilyen stílusi játékot játszanak, egy magas adrenalin faktorral, látja el az embereket. Na most jó, persze lehet, hogy rám ez annyira nincs hatása, sőt biztos, hogy nincs hatása, mert régen, mikor professzionális szinten játszottam, akkor elég nagy nyomással kellett megbirkózni ez egyes versenyek esetében, és
elég nagy nyomásnak voltunk kitéve, így aztán hogy is mondjam, a stressz kezelésem, miközben végigmegyek egy PUBG játékon, igen higgadt. Tehát nem izgulok, nincs túl nagy adrenalinem, nincs túl semmi nagyon extra, és emiatt ugye talán nem élvezem annyira a játékot, mint amennyire élvezni lehetne a dolgot. De nem csak ez van benne, az is benne van, hogy a játék nincs kész. Tehát szörnyű hitbox, és ahogy észrevettem, az európai és az ázsiai játékosok nincsenek szétválasztva, tehát a szerverek nem feltétlenül Európában vagy Ázsiában vannak, hanem valahol középen, tehát a ping egy hatalmas faktor az egészben, és nagyon-nagyon rosszat tesz az élménynek, hogyha ázsiai és európai, vagy a világ minden más teréről lévő szervereken találkoznak az emberek, mert nagyon rossz netkapcsolatot ad, amit megszoroznak a rettenetesen rossz hitboxszal, laggokkal, és az optimalizálatlan motorral, amihez az Isten szerelmére egy GTX 1080-nal 90 FPS-nél nem tudtam többet elérni, Unreal Engine 4-ről beszélünk, arról a motorról, ami amúgy is a mai napi konkrétan egy 21. századi krumplin elfut, tehát az Unreal Engine azért egy nagyon jó motor, mert hogy konkrétan nem kell hozzá erős gép, de nekik valahogy sikerült elérni, hogy mindez ne fusson úgy, ahogy futnia kell. Amit én látok jelen pillanatban a PUBG-nél az, hogy ez egy hatalmas pénznyelő, tehát ez a kis stúdió egy hatalmas játékot csinált, kurva sok pénzt kerestek ezzel, és ennek a pénznek még a negyedét is sem akarták visszafordítani, befektetni ebbe a játékba, a motorba, a hitboxba, a pingbe, a szerverekbe, és az összes együtt hatásba, ami ezt a játékot fantasztikussá tenni, tehát még fantasztikusabb, mint ami, bocsánat. Szóval mondok nektek itt egy egyszerű példát, létezik egy olyan játék, hogy Battalion 1944, ami szintén Unreal Engine-en fut, próbáljátok ki ezt a játékot, csak komoly 10 dolcsiba kerül, és egyszerűen egy fantasztikus élményt kaptok, hogy őszinte legyek, értem én, 100 játékos, hatalmas map, mindezt betölteni, lerenderelni, nem egyszerű dolog, adok a Battlefieldnek 2 évet, és a Frostbite Engine még mindig ott lesz, hogy ezt meg tudja csinálni, különösebb akadály nélkül 60 hercen. Szóval az elnyelt pénz, amit elnyeltek szerintem a készítők, és ez már egy személyes vélemény, az nagyon kevés, amit visszafordítottak ebbe a játékba, és ez a játék 30 dollár, vagy 30 euró, vagy 30 font, szóval a kurva anyátok, tehát már bocsánat, hogy így mondom, de ez majdnem egy A-kategóriás áru játékról beszélünk, ami félkész állapotban van, de lootboxok azok már tele vannak vele. Na most, amit ezzel ki akarok fejezni, hogy itt van ez a kis koreai cég, akik ezt megcsinálták, ezt a játékot, és úgy gondolom, hogy nem feltétlenül voltak ők felkészülve erre a hatalmas sikerre, amit még kezelni kell tudni. Erre a példa a Fortnite tulajdonképpen. Ugye a Fortnite-ot az Epic Games csinálta, és meg is ölték vele a Paragont, de a Fortnite egy teljesen más stílusú játék, és tökéletesen megfér a PUBG mellett, mivel a Fortnite gyorsabb, kevesebb skill igényel, de a maga a motor, hitbox, minden, ami nagyszerűvé teszi, az egyszerűen optimalizáltabb, és az Epic Games lévén egy nagy stúdió, ők tudják, hogyan kell kezelni mindezt, a sikert, tudják, hogyan kell kezelni azt a pénzt, amit kapnak ezért a játékért, és úgy gondolom, hogy a PUBG-hez képest a Fortnite tökéletesen forgatja vissza azt a pénzt, amit kapnak marketingre, játékfejlesztésre, főleg játékfejlesztésre, mert sokkal, de sokkal optimalizáltabb, mint a PUBG. Szóval valahol így látom én a PUBG-nek az alakulását, és ezért mondom, hogy egy sikerre, egy bukásra ítélt siker ez a játék, mert csak addig lesz ennyire népszerű, amíg valaki
tegyük fel, mondjuk, csak gondoljatok bele, az EA megfogja és csinál egy Battle Royale játékot, hasonló stratégiával, mint a PUBG, és mindezt a Frostbite engine-en, ami a világ egyik legjobb engine-je shooterekre, és a pénzzel, ami az EA mögött van, az a, úgy gondolom, hogy ez a Battle Royale játék, amit például az EA meg tudna csinálni, simán odaverni a PUBG-t. Mert minden jobb a Frostbite-ban, mint amit a PUBG srácok csináltak az Unreal Engine-nel. Szóval, és ez a siker, ez most még tart, talán egy-két évig még tart, de az én jóslatom, és ez egy személyes jóslat megint csak, az lesz, hogy addig, ameddig lesz egy cég, amiben elég pénz lesz, és nem Fortnite, nem Epic Games, mert az egy másik stílus játék, tehát addig, amíg lesz egy ilyen cég, aki képes ezt a taktikai szintet megütni a PUBG-val, mint a PUBG, bocsánat, mert képes megütni ezt a taktikai szintet, mint a PUBG, és netán extra új elemeket adni ehhez az egészhez, és egy megfelelő marketinget adni ehhez az egészhez, akkor a PUBG sikere valószínűleg gyorsan fog hanyatlani, mert hogy az emberek szívesebben játszanak egy jobban polírozott játékkal. Egyelőre a PUBG az első és az egyetlen, és a legjobban csinálja azt, amit csinál, és a stúdiónak a, hogy is mondjam, a tapasztalata benne van, tehát előnyben vannak azzal a többi Battle Royale játékkészítővel szembe, hogy megvan ez a tapasztalatuk, hogy mi kell a játékosoknak, de úgy gondolom, hogy odakint sokan próbálkoznak már, tehát most ugye jól tudjuk, hogy a Crytek készült csinálni egy Battle Royale games-t, ebben biztos vagyok, hogy nem lesz akkora hit, mint a PUBG vagy a Fortnite, közel sem, mivel, hogy ahogy észreveszem, egy specifikus rétegnek fog inkább tetszeni, mert egy horror Battle Royale játék lesz, nem feltétlenül jön be mindenkinek, de például a Stalker készítői is csinálnak egy Battle Royale játékot, szóval sokan fel akarnak ebbe a pénzvonatra, be akarnak ebbe kapaszkodni, de egyik se feltétlenül érti úgy a PUBG-nak a koncepciója, vagyis a Battle Royale koncepcióját, mint ahogy a PUBG teszi. És addig, amíg el nem jön egy olyan játékkészítő cég, aki érti és átlátja a Battle Royale-nak a koncepcióját, és amitől a PUBG ilyen nagyszerű, addig valószínűleg a PUBG uralni fogja a Battle Royale játékokat. De amint lesz egy játék, ami kitört, és fel tudok erre hozni példát, tehát mielőtt megjelent volna a Call of Duty, volt Medal of Honor, és a Medal of Honor dominált ebből a szempontból, majd aztán jött a Call of Duty, és a pontig, amíg meg nem jelent a Call of Duty 2, majd COD 4, addig a Medal of Honor versenyképes volt, de amint megjelent a COD 4, ott igazán a Medal of Honor eltűnt a felszínről, szóval úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több pénzt kell visszafordítaniuk ebbe a játékba a készítőknek, hogyha nem akarják elveszíteni a játékos bázist, mert azon kívül, hogy a játék tényleg jó és élvezni lehet, nagyon-nagyon frusztráló, és ha valamit gamerek nem szeretnek, azok az, hogy frusztráltak lenni, tehát nem az, hogy nem szeretünk veszíteni, tudunk, és elfogadjuk azt, hogy veszítünk, és semmi baj nincs vele, csak az történjen meg egy olyan játékban, amiről tudom, hogy nincs csaló, amivel mondjuk egész jó dolgot csinál, de tudom, hogy nem a hitbox miatt történt, tudom, hogy nem a lag miatt történt, és ilyen apró dolgok miatt, szóval és ez jelenleg nagyon benne van a PUBG-ba, annak ellenére, hogy rendben van ez a játék. A vicces az, hogy fölmentem a Steam oldalára PUBG-nak, és megnéztem az értékeléseket, és többnyire, természetesen többnyire pozitív értékelésé vannak, de még a pozitív értékelésekben is, menjetek fel, csekkoljátok le, a pozitív értékelésekben is negatív megjegyzések vannak, tehát pozitív, mert élvezem a játékot, de ennyi és ennyi hibája van. Szóval látják az emberek, hogy sok hibája van, élvezik a játékot, mert jelenleg ez a legjobb a piacon, ami van, de úgy gondolom, tényleg csak addig tart, amíg egy másik, egy több pénzzel rendelkező
játékkészítő cég, kiadó úgy nem dönt, hogy ezt a játékot trónról le nem dönti, mert hogy tudnak egy jobbat csinálni, mert hogy több és jobb erőforrásaik vannak erre. Úgyhogy kár, hogy a PUBG-sek nem értik, és soha nem is fogják valószínűleg megnézni ezt a videót, de úgy gondolom, hogy lényegesen több pénzt kellene visszafordítani a játékba ahhoz, hogy ez évekig, hosszú-hosszú évtizedekig egy sikeres játék legyen. Nos, srácok, ez lett volna az én PUBG videóm, megeshet, hogy az első és az egyetlen, attól függ, hogy mennyire fogom élvezni a játékot a jövőben, és leszek vagy nem leszek frusztrált vele, de kíváncsi vagyok nagyon a ti gondolataitokra, hogy hogy látjátok a PUBG-t, és ti mit tapasztaltok a háttérből ennek a játéknak, és biztos vagyok benne, hogy vannak odakint olyan játékosok, akik több száz órát belevertek ebbe a játékba, és dolgokat teljesen másképp látnak. Én úgy látom ezeket a dolgokat, hogy a shooter tapasztalattal, ami mögöttem van, és azzal a hát most már jó pár órával, amit én is kipróbáltam és játszottam PUBG-be, természetesen nem tudom összehasonlítani a dolgokat azzal, hogy több száz óra PUBG-be, viszont egy gazdasági és játékkészítői szempontból úgy gondolom, hogy egy jó képet adtam, és igyekeztem olyan szubjektív maradni, mint amilyen lehettem. De nagyon kíváncsi vagyok, és persze elfogadom és felfogom, hogy ez a videó masszív dislike-ot is válthat ki a dolgokból, ez benne van a játékban, mivel hogy nem feltétlenül beszéltem pozitívan a játékról, de igyekeztem minél objektívabban beszélni. Nos, srácok, ennyi lett volna. Dobjatok egy lájkot, ha egyet értetek velem, iratkozzatok fel a csatornára, Discord szervünket használjuk nyugodtan. Ha nagyon dicsérni szeretnétek a játékot, mert hogy ez milyen fantasztikus játék és a világ legjobb játéka, akkor ezt Necrocream Facebookon üzenetben megtehetitek. És ja, hát a következő videóig sziasztok!